5,5 milliárd forint új utakra. Több mint 100 utcát aszfaltoznak le Békéscsabán. Kalandozó kisemberek, városi vetélkedőre készülnek a csabai óvodások. Új feladó a BRS-ében. A szerb Tánya Grabics érkezett az ötszörös bajnokhoz. Jó estét kívánok! Önök a 7.tv híradóját látják. A hétvégén és a hét elején ismét illegális határátlépőket fogtak el a Békés megyei rendőrök. A megyei egyenruhások közel 20 embert tartóztattak fel az elmúlt néhány napban. A rend őreinek a román határ közelsége miatt van tennivalójuk januárban is. A magyar szervek csak Békés megyében eddig több mint 100 határsértőt tartóztattak fel és adtak át a román hatóságoknak az idei évben. A határmenti településeken, például Battonyán van, aki tart a menekültektől. Azt hallottam, hogy már fogtak meg, de így, hogy így bántalmazták volna az embert, olyat nem. A hétvégén magukat marokkóinak és algír állampolgárnak valló férfiakat Lőkösházán és Kétegyházán ellenőrizték, de személyazonosságukat hitelt érdemlően nem tudták igazolni, így előállították őket. Például így erőszakolták a lányokat meg ezt, az, szóval van félés benne az emberekben, de azért túléljük. Hétfőn Battonya szomszédságában, Kisdombegyházon 13 illegális bevándorlót tartóztattak fel a rendőrök. A zöld határ közelsége miatt Mezőhegyesen is van, aki tart a sok esetben csoportokban érkező menekültektől. Találkozunk azért, szólunk a rendőrségnek akkor. Pláne itt meg el tudnak bujkálni, üresek az üsszállók, akkor a strand, hogyha véletlenül. A hétfői 13 fős csoportot követően kedreggel újabb 4 illegális határátlépőt fogtak el a rendőrök, utóbbiakat éppen a Mezőhegyesi vasútállomáson ellenőrizték a körzeti megbízottak. 2016 után újfent jelentős útszakasz felújítását kezdeményezte Békéscsaba megyei jogú város önkormányzata, melyet a közgyűlés december 19-i ülésén megszavazott. A grémium a Modern Városok program forrásából hívna le közel 5,5 milliárd forintot 119 utca aszfaltozására. Az önkormányzat 2016-ban sikeresen pályázott 2 milliárd forint támogatásra a Modern Városok programban. A közgyűlés a forrást 67 belterületi útszakasz felújítására használta fel, valamint az összes szilárd burkolattal nem rendelkező utca esetén megrendelte a kiviteli vagy az engedélyes terveket. 3 évvel ezelőtt volt egy 2 milliárdos felújítási program, az érintett járdákat és parkolókat is. Én ezt fontosnak tartom, de az is lényeges, hogy az ne álljon meg. Ha most ebbe belevágunk, akkor az a lényeges, és én azt kértem polgármester úrtól és a döntéshozóktól, hogy további ütemekben, akár belvárosi részeken járdafelújítások, parkolófelújítások is tudjanak megvalósulni. 2020-ban és 2021-ben folytatódhatnak a Modern Városok program beruházásai, hiszen a tervek szerint a város 5,5 milliárd forintból leaszfaltozhat 119 földes utcát. A város 82 utca leaszfaltozásáról rendelkezik kiviteli tervekkel, 37 utca esetében pedig engedélyes tervekkel. Ahol a kiviteli tervek megvannak, és megszületik a kormánynak a döntése a támogatásról, itt ugye 5,5 milliárd forintról beszélünk, nagyon nagy összeg. És köszönhetően annak, hogy a városnak van egy keretmegalapodása útépítési, járdafelújítási, kerékpárútépítési célokra még korábbról. Ezért amennyiben a kormány döntése megszületik, akkor szinte azonnal megindulhat a munka azon utcák esetében, ahol kiviteli tervekkel rendelkezünk. A közgyűlés elfogadta a javaslatot, így a magyar kormányon múlik az, hogy mikor kezdődhet el az aszfaltozás. Azon dolgozunk, hogy a Modern Városok program keretei között legyen forrás egyrészt az útépítésre, amiről ön tett szót, illetve járda kivitelezésre és egyéb infrastruktúrális fejlesztésekre is. Itt arra gondolok, hogy vannak olyan utcák, ahol az ivóvízzel van probléma, ahol csapadékvízelvezetéssel van probléma, de most a legelső felület, amin dolgozunk most már néhány hónapja, az az, hogy legyen forrás ezeknek az utaknak az elkészítésére.
A képviselők elmondták azt is, hogy reményeik szerint már a 2020-as esztendőben elkezdődhet számos út és utca aszfaltozása. Átadták a sikeres gyulai díjakat szombaton Gyulán. A kitüntetéssel a város kiváló polgárait ismerték el. Görgényi Ernő polgármester az elmúlt időszak eredményeit összegezte, valamint a városvezetés jövőben is stratégiai céljait emelte ki. A városvezető köszöntő beszédében az elmúlt időszak eredményeit összegezte. Görgényi Ernő többek között kiemelte az akvapalota megépítését, az Almási kastély felvirágoztatását és a Gyulahús Kft. Újra szervezését. Végül az önkormányzat jövőbeli stratégiai céljait mutatta be. A képviselőtestület a döntése értelmében az Elekiút melletti szennyvíztelep területén az idén újabb 3,5 hektár töltési erdőt telepítünk. De itt nem állunk meg. Gyulaváros önkormányzata a Kálváriadon mögött még 29,5 hektár nagyságú földterülettel rendelkezik. Az elkövetkezendő években itt fogunk erdőket telepíteni. Az önkormányzat képviselői ezt követően átadták a sikeres gyulai díjakat. Elismerésben részesült Tövisháti József kosárlabdaedző, valamint Werner Gyula üvegesmester, épületüveges. Talán Gyulán nem is tudják, hogy mi már 4 generációs üveges család vagyunk, és 1872-ben volt az első a néhai nagyapámnak a nagybátyja, aki szintén Werner György volt, úgyhogy nagyon büszke vagyok a családomra. És mindenkire, minden közösségemre, amelyben dolgozhattam, ezért a szeretett kisvárosért. Díjazták Lobó Szalóki Lázár énekest, dalszerzőt és menedzsert, a Hotel Gyula Kft. Által működtetett Wellness Hotel Gyulát, valamint a Japánkert Barátok Köre Egyesületet is. A város vezetése végül átadta a sikeres gyulai diák elnevezésű díjat is. Kopcsák Róbert az ELTE bölcsészettudományi karának magyar alapszakán szerzett diplomát, kiemelkedően szerepelt több matematikai versenyen, továbbá szép irodalmi publikációi jelentek meg a Gyulai Hírlapban. Mikor meghallottam ezt a hírt, december 30 volt, és tudom, hogy nagyon meglepődtem. Meglepődtem, és az az igazság, hogy a hála járt át. Hálás voltam a családomnak, hálás voltam az iskoláknak, ahol tanulhattam, és hálás voltam a közösségnek, ahol élhetek, Gyulaváros közösségének. És mindenek felett hálás voltam a mindenek felett álló Istennek. A díjátadót követően a Gyulai Royal Dixieland Band adott koncertet. Játékos városismereti vetélkedő indul gyerekeknek a Csabai Mérleg hasábjain. A több hónapon át tartó versenyen Békés Csabai óvodások és alsó tagozatos iskolások vesznek részt. Komoly építőmunka folyik a Kölcsei utcai óvodában Békés Csabán, ami egy felnőtt számára kívülről játéknak tűnhet, de a középső csoportosoknak igazi agymunka. A Csabai Mérleg januárban induló két hetente jelentkező helyismereti vetélkedője, a Csabai Kalandozások, éppen ezeket a játszva gondolkodó óvodásokat célozza, akik nem maradnak segítség nélkül a feladványok megoldásában. A szülőket, a testvéreket, sőt, úgy gondolom, hogy a nagyszülőket is bevonjuk ebbe a játékba, hiszen ha csak az óvodás korosztályra gondolunk, ők nem tudnak olvasni, és ahhoz, hogy a két hetente megjelenő feladatokat ők sikeresen meg tudják oldani, ahhoz igen szükség lesz a pedagógusokra, a szülőkre és esetleg a nagyszülőkre is, hogy sikeres legyen a feladatmegoldás. A kicsiket a játékon keresztül lehet a leginkább motiválni, így nem is volt kérdés számunkra, hogy több csoporttal is csatlakozni szeretnénk ehhez a fantasztikus kezdeményezéshez, tette hozzá az óvodavezető. A gyerekek számára sem ismeretlen a vetélkedő célja. Azért neveztünk be erre, hogy sokkal jobban ismerjük Békés Csabát. A verseny Berényi Nagy Péter, vagyis Tücsök Peti ötlete alapján a Békés Csabai Városvédő és Városszépítő Egyesület és a Csabai Mérleget kiadó Békés Csabai Média Centrum együttműködésével indul útnak január 16-án. Eddig a pillanatig olyan 30 csapat jelentkezett eddig a játékra, ami 5-600 gyermeket jelent a városban. Ez nagy öröm számunkra, hiszen ez volt a cél, hogy minél több gyereket vonjunk be és ismertessük meg velük Békés Csaba értékeit. Külön örömünkre szolgált, hogy Szarvas Péter polgármester úr elvállalta a játék fővédnökségét, tette hozzá az ügyvezető.
Diós Zsolt kiemelte, a nagy érdeklődésre való tekintettel a jelentkezési határidő január 16-áról január 24-ére tolódott ki, de a becsatlakozásra a 10 fordulós vetélkedő későbbi szakaszaiban is lehetőség lesz. Tánya Grbics a Békés Csabai Röplabda Sport Egyesület új feladója. A játékos az amerikai Ashley Evans-t váltja a csapatban. A 31 éves sportoló a szezon végéig szóló megállapodást írt alá. A csapat új feladója Ashley Evans helyére érkezett. A BRS-e még december végén kezdeményezte az amerikai sportoló szerződésének felbontását. A klubvezetés ezt követően ítélte szükségesnek egy rutinos játékos leigazolását, aki segít a kitűzött célok elérésében. A 31 éves feladó előző csapatában, Franciaországban nem kapott elég játék lehetőséget, ezért jött a Békés Csabai csapathoz. I had the news that Békés Csaba is searching new setter. Hallottam, hogy Békés Csabán új feladót keresnek. Tudtam, hogy ez egy profi csapat, amely trófeákat akar nyerni, és a Challenge kupában is szerepel. Csak jó dolgokat hallottam Békés Csabáról, az edzőkről és az itt zajló munkáról. 3-4 napja vagyok itt, nagyon sokat edzünk, és ez tetszik, fogalmazott a szerb játékos. Tanja Grbics kiemelte, hogy ez egy nagyon profi és családias klub. Az itt élő emberek mentalitása, valamint az ételek is nagyon hasonlóak, mint Szerbiában. A BRS-e vezetőedzője elmondta, hogy egy tapasztalt, jó képességű játékost igazoltak. Tanja Grbics egy volt azon feladók közül, akik váltásként szóba jöhettek a szezon közepén. Normál esetben nem szeretek feladót váltani, mert ez egy igen fontos pozíció, de Tanjában egy olyan embert látok, aki meg tudja fordítani az események alakulását a mérkőzések fontos szakaszaiban. Mind technikailag, mind a személyiségét tekintve elég tapasztalattal rendelkezik, hangsúlyozta a BRS-e szakvezetője. A vezetőedző elmondta, a BRS-ében eddig olyan feladók játszottak, akik vagy tapasztaltak voltak, vagy már ismerték a csapattagokat korábbról. Tanja Grbicset mind tapasztalata, mind személyisége egyaránt alkalmassá tette a pozíció betöltésére. Újabb nehéz mérkőzés vár a Békés Csabai Előre NKS-e együttesére a női kézilabda NB1 13. fordulójában. A bajnokságban utolsó előtti 13. helyen álló lilafehérek a Ferencváros elleni hazai találkozó után az Érd otthonában lépnek pályára. Szombaton a Bajnokok Ligájában szereplő Ferencváros látogatott a Viharsarokba a női kézilabda NB1 12. fordulójában. A Békés Csabai Előre NKS-e jól kezdte a találkozót, de a félidő végéhez közelítve a vendégek átvették az irányítást. A játék képe a szünet után sem változott, így a Fradi könnyedén elvitte Békés Csabáról a győzelemért járó 2 pontot. Kukely Anna, a csabaiak egyik fiatal játékosa kiemelte, a mérkőzéseken az a legfontosabb feladata, hogy segítsen tapasztaltabb társainak. A lilákra az idei szezonban jellemző, hogy a keret szűkössége miatt több utánpótláskorú játékos is lehetőséget kap a felnőtt együttesben. Én nagyon örültem, hogy a testvérem és én is pályára tudtunk lépni. Örültem, hogy a testvérem egy góllal is ki tudta venni a részét ebből a feladatból. Úgy gondolom, hogy a játékrész első felében jól tartottuk az iramot a Ferencvárossal, viszont a második félidőben már kiütközött a két csapat közötti különbség. A Békés Csaba a 13. fordulóban a táblázat 4. helyén álló Érdhez utazik. Az Előre NKS-e továbbra is a kiesést jelentő 13. helyet foglalja el az első osztályban, így már a pontszerzés is bravúr lenne az Érd otthonában. Az együttes egyik szélsője elmondta, hogy az előző mérkőzésen fejben elfáradtak és elkapkodták a támadásaikat. Kovács Anett hozzátette, az Érd ellen nem csak ezeket a hibákat kell kijavítaniuk, hanem összpontosítaniuk kell az ellenfelük erősségeire. Én úgy gondolom, hogy minden egyes játékosra oda kell figyelnünk, nagyon jó kapus teljesítményük van, gyors szélsőjük van, támadásuknál az átlövőikre nagyon oda kell figyelnünk, és védekezésnél masszívabban kell védekeznünk, és támadásnál minél hosszabban kell kézlabdáznunk egy ilyen szintű csapat ellen. A csabaiak teljes kerettel készülnek a következő összecsapásra.
Az Érd és a Békés Csabai előrelkása mérkőzése szerdán 18 órakor kezdődik az Érd Arénában. Az élvonalban szereplő Paks együtteséhez igazolt Szél Pál Norbert, a Békés Csaba 1912 előre NB2-es labdarúgó csapatától. Jelentette be az első osztályú klub hivatalos honlapján hétfőn este. A 23 éves játékos a 2016-17-es szezonban mutatkozott be Békés Csabán, azóta több mint 100 mérkőzésen viselte a lilák mezét. A középhátvéd sérülés miatt az őszi szezonban mindössze 9 találkozón állhat Schindler Szabolcs rendelkezésére. A játékost képviselő ügynökség az átigazolással kapcsolatban beszámolt arról, hogy a Paksi klub kivásárolta a játékost élő szerződéséből. Szél Pál Norbert 3,5 éves megállapodást kötött új csapatával. Híradónkat látták. További híreinket és korábbi műsorainkat megtalálják a behír.hu oldalon. Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk, viszontlátásra!